Köszöntöm Önöket! A Pécs TV heti hírösszefoglalóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Közösségi közlekedés a fenntarthatóság jegyében. Újabb e-busz teszteltek Pécsen. Beteg kisfiú kezelésére gyűjtenek. 1,3 milliárd forintba kerül a szükséges génterápia. Pécsen is egyre inkább előtérbe kerülnek a zöld megoldások, annál is inkább, hiszen a város egy uniós mintaprogram keretében vállalta, hogy a fenntarthatóság érdekében 2030-ig, de legkésőbb 2050-ig karbonsemlegessé válik. A cél megvalósításával összhangban a Baranyai Vármegye székhelyen több elektromos busz is közlekedik már, péntektől pedig egy héten át egy újabb járművet, egy e-csuklós busz tesztelhetnek az utasok. Így indult első útjára az az elektromos busz, melyet a pécsi utakon tesztelnek majd a következő 9 napon át. A járművet pénteken reggel mutatták be a nyilvánosságnak, és a reggeli órákban a 2-es járatvonalán már ki is próbálhatták az utasok. Egy magyar képviselettel rendelkező, de kínai gyártású járműről van szó, mellyel a városi tömegközlekedési cég szeretné bővíteni zöld busz állományát. A pécsiek által jól ismert sárga és kék színű Mercedes buszok ugyanis már közel 20 évesek. Ezeket szeretnék elsősorban lecserélni egy környezetbarát megoldásra. Gondolkodásunk továbbra is, meg a céljaink nagyon hasonlóak a korábbi megindított pályához, nevezetesen, hogy jelenleg 18 elektromos busszal látjuk el a közfeladatot, viszont itt nem állunk meg, szeretnénk továbbra is fejlődni abban, hogy minél környezetudatosabban, minél zöldebb Pécs városát támogatva lássunk el olyan feladatot, ami a környezetünkre is megfelel. Ennek érdekében vesznek most részt jelenleg egy mobilitásfejlesztési pályázaton is, melynek keretében 3 a most tesztelés alatt álló járműhöz hasonló csuklós busz szeretnének beszerezni. De mint azt a vezérigazgató mondja, ehhez elengedhetetlen, hogy minden szempontból megvizsgálják, hogy a jármű alkalmazható-e a pécsi tömegközlekedési viszonyok között. Mivel hogy ez egy jelentős beruházás, jelentős léptékű gondolkodás, célszerűleg látjuk a helyi viszonyok mellett ezt a lehetőséget egy tesztbusszal, demóbusszal alátámasztani, vajon a Pécs környezetében egy ilyen kivitelű csuklós busz megfelelően tölthető-e, elláthat bizonyos feladatokat, menetrendi feladatokat, és nem beszélve arról, hogy a közönség hogyan viselni ezt a szuperbuszt. Ugyanis egy nagyon korszerű és jól felszerelt járműről van szó, melyet augusztus 2-től egészen 11-ig tesztelnek majd a 2-es és 2-perá járatok vonalán. Tavasszal vezette be a pécsi önkormányzat az új szociális támogatást, a piaci utalványokat. Ez azt jelentette, hogy az igénylők egy 20 000 forint értékű élelmiszer utalványt vehettek át, melyeket a vásárcsarnokban a Hajnóci, illetve a Diana téri piacon vásárolhatnak majd le. Mint azt Nyőgiri Lajos szociális ügyekért felelős alpolgármester elmondta, a céljuk az volt, hogy a nehezebb körülmények között élő háztartások nem csak pénzbeli, de természetbeni támogatást is kapjanak. Emellett szerették volna, ha helyi termelőket is jobb helyzetbe hozni. Mint megtudtuk, az önkormányzat összesen 74 kereskedővel kötött szerződést, ahol az utalványok beválthatók, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a programmal mind a családok, mind pedig a piacosok meg vannak elégedve. Nagyon népszerű, majdnem 1500 család vette ezt igénybe. 20 000 forint értékben ment ez ugye háztartásonként, ebből egyszerű kiszámolni, hogy ez majdnem 30 millió forintot ért el. Eddig, tehát július hónappal bezárólag közel egy 20 millió forintot költöttek el, 19,5 millió forintot, tehát egy 10 millió forint még zsebekbe ott lapul. Gondolom ezt pontosan tudják a családok, hogy mire időzítik. Van is rá idejük, hiszen november 30-áig felhasználhatók ezek az utalványok.
A belváros kapujában megújult Steinmetz kapitány teret április végén vehették birtokba a pécsiek. A zöld kapu címet viselő projekt keretében megvalósult fejlesztés azóta üde színfoltja a városnak. Stábunkkal arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják a teret a környéken járók. A nyári vakáció idején délelőttönként nem túl sűrű a gyalogos forgalom a Steinmetz kapitány téren. Ez persze évközben nem jellemző, hiszen sokan dolgoznak, tanulnak itt az egyetem városi rész szomszédságában. Ezért is volt szükség a környezet megújítására. A beruházást április végén adták át, a fejlesztés keretében a területen 2000 négyzetméteren füvesítettek, több mint 50 fát, közel 2000 cserjét és mintegy 450 évelő növényt ültettek. A pihenést okos és pihenő padok szolgálják, vannak is sakkasztalok, továbbá 13 kerékpár tárolására nyílt lehetőség. A környéken lakókat arról kérdeztük, mi a véleményük a megszépült közösségi térről. Az nagyon tetszik, hogy a pázsitot gondozzák, locsolják az elültetett kis növényeket, amiket eddig itt kiültettek. Szép is ez a sok lombos fa. Nagyon tetszik, hogy ilyen zöld, le lehet ülni. Van fekvési lehetőség, lehet napozni, pihenni, és hát várom igazából kíváncsian, hogy mi lesz itt a bódékban, mert eddig még nem nagyon hangoztatták. A megújult park nem csak a környékbeliek tetszését nyerte el, Nagy Martin Bajáról érkezett, és Pécset választotta pihenés céljából. Szerintem igazán szép, meg hogy egy forgalmas út mellett van, tehát hogy meg láttam itt fiatalokat is itt ücsörögni, sakkozni is, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés a várostól, hogy ezt így felújították, megcsinálták. Elégedett lehet vele a város, szerintem kifejezetten. A Nagy Jenő utcai óvoda előtti terület rendezésén túl a Petőfi utca felüli taxidrosztok burkolt, festett felületet kaptak, továbbá két elektromos autótöltőt is kialakítottak. A Steinmetz kapitány tér uniós forrásból újulhatott meg, a cél egy olyan közösségi tér kialakítása volt, ahol a fiatalok és az idősebbek is egyaránt élvezhetik a környezettudatos és fenntartható kikapcsolódást nyújtotta lehetőségeket. Egy Duchenne-féle izomdisztrófiás komlói kisfiú szülei kérnek segítséget, hogy elérhető legyen számukra az a génterápia, mely megállíthatja a gyermekük teljes leépülését. A kezelés ára 1,3 milliárd forint és Amerikában érhető el. A szülők az emberek összefogásában bíznak, hiszen ekkora összeget önerőből nem tudnának előteremteni kisfiúk gyógyulásához. Vidáman játszik Ádám a játszótéren. A 3 éves kisfiú egyelőre még nem látszik, de súlyos betegségben szenved. A Duchenne-féle izomdisztrófiáról van szó, mellyel 2 éves korában egy véletlen folytán diagnosztizálták. Lesújtó hír volt ez a szülők számára, hiszen, mint azt az édesanyja mondja, nincsenek jó kilátásaik a jövőt tekintve. Ez egy lassú folyamat, fokozatosan épülnek le az izmai. 8 és 10 éves korban a gyerekek kerekesszékbe kerülhetnek, 20 éves korukra lélegeztetőgépre. Ezt követően pedig már csak a legrosszabbra lehet számítani, hiszen a betegség a szívet és a tüdőt is érinti. A folyamat megállítására jelenleg egy Amerikában elérhető génterápia adhat reményt a családnak, ami azonban igen költséges. Egy gyermek egyszeri infúziós kezelése 1,3 milliárd forintba kerül. Erre gyűjtenek most gőzerővel, hiszen ahhoz, hogy Ádámnak a lehető legkevesebb izma károsuljon, 4, de legkésőbb 5 éves korában át kellene esnie a terápián. A szülők egyelőre bizakodóak, azt remélik, talán nekik is sikerül majd előteremteni az életmentő kezeléshez a pénzt, de az is fontos számukra, hogy ne csak a betegségre koncentráljanak, és minél több pozitív pillanatot éljenek meg kisfiúkkal. Én inkább próbálok nem belegondolni a rosszba, hanem megélni a pillanatot, hiszen ez most van itt. És próbálunk neki boldog gyerekkort biztosítani. A család a terápia költségének összegyűjtésére létrehozta a Legyél Ádám reménye alapítványt. Jelenleg 36 millió forintnál tartanak, ami megközelítőleg a teljes összeg 3%-a. Messzinek tűnik tehát még a cél, éppen ezért a hasonló cipőben járó szülők egy petíciót is elindítottak annak érdekében, hogy Európában is engedélyezve legyen a géntranszfer terápia, illetve hogy hazánkban a gyerekek állami támogatással jussanak hozzá ehhez a kezeléshez.
Mivel ez egy hosszú folyamat, emellett azt is szorgalmazzák, hogy azon 4 évesnél idősebb Duchenne-izomdisztrófiával született gyermekek, akik jelenleg alapítványi gyűjtések révén próbálnak forrásokat szerezni, szintén kapjanak költségtérítést a külföldi gyógykezeléshez. Szúnyoggyérítés lesz jövő hétfőn és kedden Pécsen. Az országos program keretében földi, kémiai szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek többek között a belvárosban, Donátusban, Patacson, Postavölgyben, Újhegyen, a Szigeti városrészben, Nagyárpádon és Málomban is. A készítmény a kijutatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A permetezés UV és melegködös eljárással történik, ami zajjal és rövid ideig megmaradó sűrű füsttel járhat. A Biocon közleményében azt ajánlja, hogy a szúnyogírtó kezelés kiegészítéseként az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangó vízgyülemeket. Az augusztus 19-i munkanap áthelyezés miatt változik a közösségi közlekedés rendje. A Tükebusz közleménye szerint az autóbuszok augusztus 3-án szombaton a munkanapokra érvényes menetrend szerint közlekednek. A társaság ügyfélszolgálati irodáinak augusztus 3-ai nyitvatartásáról a cég honlapján találnak nézőink bővebb információkat. Összefoglalunk végén néhány szó az időjárásról. Szombaton a hidegfront hatására elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak, élénk lesz a szél. Az előrejelzések szerint 29 fok várható, vasárnap visszatér a napos száraz idő, a hőmérséklet 31 fok körül alakul. Önök a Pécs TV heti hír összefoglalóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket, viszontlátásra!